És már is visszatért hozzánk a napszakértője Borda Katalin, mediátor, illetve családjogi szakjogász. Hát milyen és ugye arról beszélgettünk, igen? Hogy a válás kapcsán van-e szükség ugye mediátorra, nem tudom, hogy nézők mennyire telefonáltak, gondolom ez egy nagyon érdekes téma, rengeteg, reméljük, hogy kevés váló nézőnk van. Bocsánat, én azt elfelejtettem megkérdezni, és szerintem az egy nagyon fontos dolog. Nem, igen. Így van. Még nem válsz, még együtt vagy a barátoddal. Nem válok még, nem. Jó. De hogy mi a különbség a mediátor szerepe és mondjuk egy párkapcsolati terapeutának a szerepe között. Mert szerintem ezt is nagyon sokan összetéveszthetik, hiszen ahogy leírtuk, ugye itt is van esély arra, hogy egy pár, hogyha elmegy mondjuk önhöz, ellátogat, akkor talán össze is jöhetnek újra, felfrissítik. Arra nincs van szerintem. De ne legyél, mondtok a Katalin, hogy volt egyébként a gyakorlatban meg a piacon is összemosódik, tehát ezt lehet látni, de a terapeuta az alapvetően a múlttal foglalkozik, tehát az egész kapcsolati dinamikával, hogyha mondjuk egy pár, akik között konfliktus van, mediátorhoz fordul, az igazából valami jelenbeli konfliktusnak a megoldása a cél abban, így a jövőre tekintve, tehát ott nem annyira a múltbeli boncolgatás. Az olyan, mint mondjuk a coaching, hogy mondjuk nem a múlttal foglalkozunk, és tök jó. És ugye nem a régi dolgokkal, hanem az ottani helyzetből próbáljuk rávezetni őket, saját magukat megfelelő döntésre, és nem szólsz bele, tehát nem te hozod meg a döntést, nem hozod, csak rávezeted őket. Ez így van, tehát a jövőbe tekintő, ez a coaching, ez nagyon jó hasonlat, abszolút olyan, igen. Voltak ilyen jellegű telefonok? Az igazából, amivel szerintem az emberek nem nagyon tudnak úgy megbirkózni, hogy mi van akkor, hogyha ügyvédjük is van, és mediátor is van, vagy mondjuk a mediátornak kell-e jogásznak lenni. És még van anyósapós, meg mindenki más. Igen, tehát hogy lehet-e hozni az ügyvédet, egyébként lehet hozni az ügyvédet egy mediációba, nem szoktuk javasolni, de hogy háttérben ott van az ügyvéd, és az egész jogi lehetőség, úgy rendszer szinten tájékoztatja az ügyfeleket, ez nagyon jó, mert abból már ő tud meríteni, hogy mit kell csinálni, és egy együttműködő ügyvéd nagyon sokat tud. Nagyon őszintén, kivel van nehezebb feladatod, a hölgyekkel, vagy a férfiakkal? Na megmondom őszintén, hogy múltkor csináltam egy ilyen fejbeli statisztikát, és szerintem kiegyenlítődik. Most ezt nem azért, nem, most tényleg nem, tehát most tényleg azt gondolom, hogy kiegyenlítődik. Akkor másképp fogalmazok, hogyha mediátorként szerepet válasz, kik az engedékenyebbek, a férfiak szerinted, vagy akik hamarabb beadják a derekukat, és igazából elfogadják a helyzetet? Vagy mondjuk együttműködőbbek. Igen. Vagy a nők. Az utóbbi időben megmondom őszintén, hogy a férfiakkal kapcsolatban több pozitív tapasztalatom volt. De most is azt mondtam volna, hogy a nő nem, de elfogadtam volna de azt összességében azt gondolom, hogy fele-fele. Szerintem, bocsánat, aki elmegy a mediátorhoz, vagy hajlandó erre elmenni, szerintem ott a férfi már van benne egyfajta nyitottság, nem? Tehát ők már, tehát ezért is azért... Igen, csak legyünk túl rajta, nem? Tehát ez a fajta... Nem, tehát nagyon jól tudnak dolgozni, tehát ez egy munkás dolog az, hogy ott a mediátornál van. Jó, de például ahhoz egy nagyon erős kötelékkel, vagy valami nagyon erős motiváció, hogy egy lezárt kapcsolatba te újra elkezdjél dolgozni azért, hogy utána nyugodt életed lehessen. Neked mert végülis ez a cél, nem? Neked volt ilyen különben, hogy megpróbáltad, vagy kértél külső segítséget? Én szoktam, például pont akik mondjuk nálunk szoktak szerepelni Fennhárom Caféban, például a Robosz Zsóka, én például hozzá személyesen is többször voltam, vagy többször jártam nála. Én szeretek szakértőkkel beszélgetni, szeretem boncolgatni az életemet, szeretek külső segítséget kérni, de mégis azt mondom, hogy a döntést mindig én hozom szóval meg. És igazából nem is nagyon tudnak befolyásolni, de nagyon jó példákat hoznak fel, vagy nagyon jó utat tudtok mutatni szakértők egyébként. Ugye amit én mondtam, hogy a mediációban, mondjuk a válást nézzük, egy csomó olyan kérdésről kell dönteni, amire egyrészt muszáj, másrészt ésszel kell, tehát ésszel. És, tehát, hogy ez ezért olyan, hogy tele vagyunk érzelmekkel, de a végén mégiscsak meg kéne állapodni arról, hogy akkor mi legyen a gyerekkel, legyen tartásdíj, mennyi legyen, van-e vagyoni kérdés. Tehát, hogy itt nagyon sok... Alapvetően szerintem a motivációja az lehet ugye az egésznek, hogy minél hamarabb essél túl azon a kötelező dolgokon, amit te is említettél, pont azért, hogy utána később te új életet kezdhessél, boldog lehess, más helyen megtalálhassd a boldogságot, mindkét fél esetében. Én ezt megmondom őszintén, hogy ezt az ilyen sürgetős... Nem biztos, sürgetni. Azt nem szoktam érzékelni. Ezt, ha jó értelemben nézzük, hogy minél előbb,
tehát akkor inkább másik oldalról nézem, hogy feleslegesen ne húzzuk el, tehát hogy feleslegesen terhet már ne rakjunk saját magunkra, tehát egy ilyen motiváció. Jó, inkább... Nagyon fontos, bocsánat, nagyon fontos volt egy kulcsról szerintem, amit Katalin megemlített, hogy ha valaki mondjuk vacilál azon, hogy elmenjen egy mediátorhoz, mert túl büszke, nem akarja másnak kiteregetni a szennyel, stb. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt szerintem, hogy a gyermek miatt, hogyha mondjuk még pici gyerekről van szó, hogy az ő érdekében elmenjen a készülő, hiszen még együtt kell továbbra is dolgoznunk és nevelni a gyermekünket, lehet, hogy külön utakon járunk, de hogy fel kell nevelni a gyermeket, legalább az legyen egy olyan pont, egy kardinális pont, hogy ami miatt hajlandó vagyok elmenni, hiszen még 18 éves koráig biztos, hogy együtt kell működnünk. Így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy húzóerő lehet, nem? Abszolút, mert hogy ki kell alakítani egy új szülői viszonyt. És az nagyon nehéz egyébként, tehát hogy egy új együttműködést, hiszen barátkozni már nem szeretne, ha mondjuk tehát már nem is akarják látni egymást, mégis valami egészen mást, és ott azt el lehet kezdeni a mediációban egyébként. Tehát ahogy beszélgetnek egymással, ahogy önmagukat is meghallják, meg a másikat is meghallják, tehát hogy nagyon jól tud formálódni, nem ott oldódik meg nyilván pár hét alatt, de hogy egy nagyon jó kezdet. Tényleg ez nagyon-nagyon fontos, erről nem beszéltünk, igen, hogy meddig tart egy ilyen meditáció. Meditáció nincs benne. Hál' Isten. Nehogy lemenjünk alfába közben. Nem. Soha nem jövünk nagyon vissza. Nagyon észnél vagyunk. Általában 3-4 alkalom, azt már lehet látni, tehát a 2-3 után lehet látni, hogy ebből lesz megállapodás. A 3-4 alkalom között, egy-egy alkalom között mennyi időt? Attól függ, hogy kinek milyen az időbeosztása, de ha heti egy van, az jó. És általában egy ilyen közös ülés az 3 óra. Mert többet az ügyfelek se bírnak, meg a mediátor se, elfáradunk. Három óra, de pikpak elmegy. Ezzel engem elriasztottál. Nem akartam. Lehet ugye. Kevesebb? Ne. Persze, hogy lehet Persze, kevesebb. Hát, azt mondom, 40 perc. Maximum három óra. De olyan sok minden előjön, hogy tényleg nagyon kell figyelni. Az ember nem is gondolná, hogy még szakadhatnak fel. Igen, így van. Katalin, nagyon szépen köszönjük. Hát tudom, hogy rengeteg munkád van, mégsem azt kívánom, hogy legyen sok munkád, hanem inkább azt kívánom, hogy minél többen próbálnak meg normális és békésen megegyezni.